estét mindenkinek. Na, hát akkor kezdődjön. Mostantól ugye a OneDirect rádiónak alapján lesz mindig elérhető az élőadás. Ez azért van így, mert szépen át fog helyeződni a OneDirect rádió, a másik profil és a YouTube csatorna. Úgyhogy valószínű, hogy szép lassan meg is fog szűnni a személyes profilom, de az még majd a jövő zenéje. Tehát a mai téma az nem más, mint az elmetechnológia. És az elmetechnológia tulajdonképpen biztosra mondhatom, hogy az egyetlen olyan lehetőség, ami képes az emberiségen segíteni. Egyrészt a saját problémáikon, másrészt pedig globálisan is. Már közben nézem ezeket a villogásokat, mert már így is kaptam üzeneteket, hogy nem jól állítom be a fényviszonyokat. Hát én ezekhez a dolgokhoz nem értek, tehát nem is ez a feladatom, hanem az, hogy az információkat átsepegtessem. Úgyhogy elnézést, hogyha itt a fényviszonyok, a fejem szétvilágít, vagy valami hasonló módon nem éppen megfelelő. Az elmetechnológiának sokfajta aspektusa van, de a legfontosabb, ahol a leginkább, leggyorsabban a visszajelzéseket szerezhetjük, az az álomtér. Ugyanis az álomtér az a szféra, tehát az a hely, ahol leginkább nem érződik a testnek, tehát ennek a testi formánknak, a valónknak a lekorlátozó hatása. Gyakorlatilag éppen ezért az álomtérben, mivel az egész tulajdonképpen a tudatunk, tehát az elménk, éppen ezért egyből megtörténik a visszacsatolás. Hogyha például a tudatodban megjelenik egy tigris, akkor nem telik el idő, és az álomtérben megjelenik egy tigris. De hogyha itt, a fizikai létformádban, vagyis hát az ébrenléti állapotodban megjelenik egy tigris a tudatodban, akkor lesheted, hogy mikor fog megjelenni ott kint, legalábbis a kintnek ismert dimenzióban, a külvilágban. Tehát tulajdonképpen meg kell tanulnunk szörfözni az álmok mezején. És hogy tudunk igazából működni az álmokban? Úgy, hogy nem hagyjuk, hogy labdák legyünk. Tulajdonképpen nem hagyjuk, hogy játszanak velünk a saját kis lenyomataink és az érzelmeink, hanem gyakorlatilag kifejlesztjük a tudatos álomképességét. Miért fontos tudatosnak lenni az álmunkban? Azért fontos gyakorolni a tudatos álomképességét, mert hogyha eljön a halálunk pillanata, a tibeti íratok szerint, és ugye a legtöbb spirituális hagyomány szerint is, sokkalta vagy tízszer nehezebb tudatosnak maradni a halál pillanata után, mint az álmunkban. Ha viszont már trenírozzuk magunkat az álmunkban, akkor gyakorlatilag esélyünk van nem elveszni a halálunk pillanata után. Tehát ez egy nagyon hasznos dolog. És ugye nem csak erre jó. Nem csak erre jó ez az egész. Hanem arra is, hogy a saját képességeinket elkezdessük gyakorolni egy olyan közegben, ahol azonnali a visszajelzés. És ez a legfontosabb, hogy azonnali a visszajelzés. Gyakorlatilag minden hagyomány ismer különböző álomban tudatossá tevő technikákat. Tehát a keletiek például az álomjógát alkalmazzák erre, a sámánok a kéznézés gyakorlatát, mint ahogy Carlos Castaneda könyveiben is le van írva, és az előadásaiban is hallható. Gyakorlatilag minden egyes nép ismeri azt, hogy van ez a szféra, és van a másik szféra. Na most ezt így az elme szétválasztja, de csak addig, amíg konkrétan ez a választóvonal, ez el nem tűnik. És hogyha eltűnik, akkor már készen kell, hogy álljunk annak az igazságnak a felfogásában, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ez is tudatalkotta, az is tudatalkotta. Gyakorlatilag csak az idő a különbség, semmi más. Hiszen, hogyha itt vagyunk, akkor ezzel azonosul a tudatunk, és akkor a fizikainak véljük azt, ami tulajdonképpen csak fény és energiajáték, tehát hologram. Ha pedig éppen alszunk, akkor az álmunkban jön elő ez a hologram.
ahhoz, hogy itt, ebben az ébrenléti birodalomban igazán hatékonyan tudjunk működni, ahhoz meg kell alapoznunk a képességeinket az álmainkban. Mindig saját példát szoktam felhozni. Például itt ebben az ébrenléti minőségben én ugye Reiki mesterként a különböző energiákkal, meg ugye Qigong gyakorlóként, meg Tai Chi oktatóként, meg stb. A különböző energiákkal gyakoroltam. És ezeknek az energiáknak az intenzitását figyeltem. Ami fontos a parapszichológiában, hogy miközben az energiákkal gyakorolsz, ez is ugye már magában tudattechnológia, hiszen a tudoddal teszed mindezt, és a tudatod van ennek az energiákkal gyakorolsz, három aspektust figyelhetsz meg. Hello, szia! Közben megjöttek a nézők. Sziasztok, hello! Ó, valaki nem tudja, hogy hol vagyok? Így. Na, hát ott vagyok. Szóval három aspektusa van az energiáknak, legalábbis az érzékelő képességüknek, ami nagyon fontos, miközben gyakorlunk ebben a létdimenzióban. A magnetikus, azaz a mágneses, ami ugye egy vonzó és egy taszító érzés a tenyereink között. És ha bár azt mondom, hogy a tenyereink között, mert a legtöbben, akik ismerik az energiákkal való munkát, az inkább a tenyerekre és a talpakra koncentrálnak. De bárhol, a test bármely pontján lehet érezni, akár vonzást, akár taszítást. És ez a vonzás és taszítás érzet annál jobban tágítható és erősíthető, minél inkább valaki képes szimulálni ezt az egészet. Először csak szimulálni kell. Ugyanis ha szimulálod, hogyha beleéled magad abba, hogy vonzást érzel, akkor az egész folyamatnak az elindításához szükséges csak a szimuláció. Utána már konkrétan megjön az érzet, és utána már csak a koncentráció az, ami fontos. De nagyon fontos, hogy először is olyan, mintha becsapnánk magunkat. Mint ahogy milyen filmben volt, a Totyogó talpakban, vagy nem tudom milyen filmben, hogy a pingvin azt mondja, hogy most becsapom magam, és akkor hirtelen odanéz, és becsapom magam, és legurul a hegytetőről. Nem, táncoló talpak volt, totyogó talpak. Szóval először becsapjuk magunkat, de nem baj. De becsapod magad, és elképzeled, minthogyha húzna a tenyereid között valami. És kezdetben, tehát ez az elképzelés, ez létre fogja hozni a húzóérzést. Aztán minthogyha taszítana valami. És ez az elképzelés, ez létre fogja hozni a taszítóérzést. És mindezt hozzákötöd a légzésedhez. Tehát amikor belélegzek, akkor erős lesz a húzóérzés. Amikor kilélegzek, akkor erős lesz a taszítóérzés. Tehát szinte minthogyha egy hatalmas nagy labda lenne a kezemben. Tolja, tolja, tolja. És ezt mondod, 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 és szugerálod magad. Valójában energoszuggesztiót végzel, egy tudattechnológiát. És észreveszed, hogy amint szugerálod magadban, az érzet egyre inkább megjelenik. És ha megjelent az érzet, már nem kell szugerálni, már csak koncentrálni kell arra az érzetre. Tehát az energiának a háromféle érzékelési minősége közül az egyik a magnetikus, a mágneses, a vonzás és a taszítás. A másik az a termikus, a hőképessége. Hogy tulajdonképpen arra koncentrálsz, hogy fokozod a hőt. Tehát fokozott hőérzetet keletkezik. Ehhez elképzelheted azt is, hogy a gyomrodban vagy a hasadban van egy vulkán, vagy egy izzós széndarab, vagy bármi más. Fokozod a hőérzetet. És annyira fokozod, hogy az lángoljon, az szétlángoljon az egész testedben, és a tenyereid között egy lávagömböt hozzon létre. Mindezt a fokozást a tudatoddal szimulálod. Egész addig, amíg be nem indul ez az egész. Ha beindult, akkor már csak koncentrálsz. És a koncentráció elég lesz ahhoz, hogy tovább fejlessze ezt a hőérzékelést. A harmadik aspektusa az energiák érzékelésének a kinesztétikus,
vagy pedig elektromos aspektus. Ez tulajdonképpen már egy magasabb szintű érzékelés, amikor konkrétan, hogyha kinesztéziáról, tehát a kinesztetikusságról beszélünk, akkor az ugye tapintással kapcsolatos. Tehát konkrétan már meg tudod tapintani annak a létrehozott gömbnek a külső részét. És most ezt ne keverjük össze a magnetizmussal, tehát a mágneses érzéssel, hanem egyfajta valamihez hozzáütődik a kezünk, ezért nevezzük kinesztetikusnak, tehát már szinte majdhogy nem fizikailag hozzá tudunk érni. És ezt a minőséget, ezt néha a rendszerünk átfordítja rángássá, remegéssé, és ezért szoktuk nevezni ezt elektronikusnak is. Éppen ezért az energiának ez a háromfajta minősége van, főként érzékelés szintjén, a mágneses, a magnetikus, a termikus, a hő, és a kinesztetikus, vagy az elektromos. Gyakorlatilag ezzel mindent végig gyakorolhatsz az ébrenlétedben. És mindig lesz egy pont, ahonnan nem enged tovább. Tehát tulajdonképpen a fizikai test, mivel azonosultál egy fizikai formával, ezért a fizikai test leföldeli ezeket az érzéseket. És mivel leföldeli, ezért bele szakadhatsz, sőt, még nyugodt is lehetsz, meg ideges is, akármilyen lehetsz, akkor se fog tovább menni. Nem fog tovább menni. Lehet, hogy egy idővel majd szép lassan tovább araszol ez az érzet, és akkor a mágnesesség erősödik az elektromosság érzet, úgyhogy megrázol valakit. Vagy a hőérzet, mintha vasaló hő áradna belőled, de még nem az igazi. És akárhogy gyakorolsz, ez a test, ez mindent le fog földelni. Éppen ezért páratlan lehetőség az álmainkban ezt a test érzetet magunk mögött hagyva úgy gyakorolni, hogy már egyből többet érzünk, és mondom, egyből, már egyből többet érzünk, mint amit a fizikainak ismert ébrenléti létszférában be tudunk gyakorolni. Onnantól kezdve, hogy valaki tudatossá válik az álmában, onnantól kezdve elkezdheti kitapasztalni mindazt, ami ott van, a lehetőségeit. És akárhányszor kitapasztaltam, nem kellett, hogy sok idő elteljen. Egyből jött egy olyan hőérzet, vagy egy mágneses érzet, vagy egy elektromos érzet, amit egyből úgy tudtam felhasználni, hogy egyből kicsapódott, és föllökte az ottani álomtestemet. Tehát gyakorlatilag olyat érzékeltem, és olyat éltem át abban az állapotban, úgy test nélkül, többnyire asztráltestben, amilyet, ha megfeszülök, sem tudok a fizikailag, tehát az ébrenléti állapotban átélni. És ott nem is kell nagyon rádolgozni. És ez is nagyon fontos, hogy nem is kell annyira rádolgozni. És ott döbbensz rá arra, hogy elég a tudat. Tehát először is a legfontosabb, hogy ne játszadozzon veled az álmod és az ösztöneid. Hanem amikor belépsz az álomállapotba, lehet, hogy folyik az álmod, először olyan lesz, hogy először megy az álom. Hello, szia. Először megy az álom szépen, és labdázik veled. Aztán beveted az álomban a technikát, ami, hogyha eleget gyakoroltad, például nézzük akkor a Castaneda módszert, hogyha eleget gyakoroltad például, ez ugye egy sámán módszer, ha eleget gyakoroltad azt, hogy napközben ránézel hirtelen a kezedre, és megkérdezed, hogy álmodom? És akkor mész tovább, mondjuk csinálsz valamit, kapálsz a kertben, vagy akármit csinálsz, megeteted az állatokat, és megint álmodom? Álmodom? És ugye az álmainkban többnyire azt tükröződik vissza, amit megszokik az elménk a hétköznapok folyamán. Tehát, hogyha te rendszeressé teszed ezt az álmodom kérdést a napjaid folyamán, akkor ez majd be fog köszönni az álmodban is. És ott, amikor megkérdezed, hogy álmodom, akkor hirtelen a kezed át fog alakulni. Mert ilyen az álom természete, hogy gyakorlatilag tudatosítja benned azt, hogy hoppá, álmodom. És onnantól kezdve te tudatos vagy. Hello, szia! Onnantól kezdve te teljes mértékben tudatos vagy.
És hogyha tudatos vagy, azt csinálsz, amit akarsz. Gyakorlatilag fogtam egy lapátot, és beletekertem a levegőbe. Nem néztem, hogy mit csinálok, csak annyi, hogy beletekertem a levegőbe. Aztán láttam, hogy ott egy asztal, és rajta kártyapakli. Kinyújtottam a kezem, belerepült a kártyapakli a kezembe. Nem úgy, mint itt a fizikai ébrenlétben, hogy úgy kell erőlködni, hogy megmozduljon a dolog. És úgy kell azon is erősködni az elméddel, hogy átéld ennek az egésznek az egységét, hanem egyből megtörténik minden. És könnyedén. És ha valamit vonzani akarsz, az oda vonzódik hozzád. Hogyha el akarsz törölni egy falut, vagy hegységeket, akkor csinálsz egy ilyet, vagy még ennyi se kell. Hát elég a tudatod hozzá. Az álom kezeddel hiába hadonászol. Tehát az ott nem most nem szoroz. Elég a tudatod. Eltörlöd, és helyette mondjuk varázsolsz egy hatalmas nagy tengert, álomtengert, és kitárt karokkal, ahogy én szoktam, fölötte elkezdesz szállni, repülni. És figyelj csak meg, a repülés érzete. Egy olyan érzet, amit ott az álomban tökéletesen át tudsz úgy élni, amit soha nem tudsz itt, ebben az ébrenlétben legalábbis, amíg meg nem valósítod a kettőnek a tulajdonképpen az egységét, az elválaszthatatlanságát, egész addig itt az ébrenlétben nem igazán tudsz ilyet átélni, de ott megszületik egy ilyen lebegő érzet. És a repülés érzetnek is van egy olyan minősége, hogy miközben repülsz, a levegőnek az ellenállását érzed az arcodon. Pedig ott nincs levegő, hát ez csak álom, álom levegő, mégis egy olyan szféra, ami konkrétan olyan megéléseket tesz lehetővé, amit máshol nem tudsz gyakorolni, csak az álmaidban. Tehát miért jó tudatos lenni álomban? Azért, mert az elme technológia, tehát a tudatoddal leginkább az álmodban tudsz gyors visszacsatolást elérni. Éppen ezért teljesen mindegy, hogy milyen módszert használsz. A jóga módszerben, most akkor elmondok egy jóga módszert is, tehát a tibeti jóga módszerben például valamikor egy vörös gömbre összpontosítanak a torokban, és oldalsó helyzetben fekszenek le, jobbra a bal kezüket a fejük alá teszik, a másik kéz az lent van, de általában van, aki például, amikor jobbra fekszik, akkor a bal kezét azt a teste mellett elnyújtja, és igazából így a tenyerére fekszik rá. Tehát az csak ízlés kérdése, hogy most valaki a kézfejére, kézhátára fekszik, vagy a tenyerére fekszik, vagy megnézi, hogy a parinirvánába távozott Buddhának a pozíciója hogy van, és akkor úgy fekszik le, de azért leteszi a fejét, mert annak nincs letéve, csak tartja. Tulajdonképpen bármelyik módszert is alkalmazod, az eredmény a lényeg. És az eredmény attól függ, mennyire van hited a módszerben, és mennyire komolyan végzed. Na most ennél a tibeti módszernél azért nehezebb egy picikét, mert miközben a torkodban a vörös gömböt vizionálod és tartod, gyakorlatilag mikor elalszunk, tehát úgy alszunk el, hogy szépen elszenderedik a tudatunk. Na igen ám, de hát itt fenn kell tartani egy koncentrációt ott. És tulajdonképpen nagyon nehéz elaludni úgy, hogy közben koncentrálsz valamire a torkodban. Vagy például a másik tibeti módszerben, hogy egy fehér gömbre a mellkasodban, és akkor ott van benne Parmasambhava, vagy pedig bármilyen mester, és akkor a mesternek a szívközpontjára pluszban, hát ez már vizionális technikáknak a garmadája. És akkor a mester szívközpontjában, egy másik mester szívközpontjában, stb. Na hát ezt lehet így bonyolítani, de ne bonyolítsuk. Tehát csak annyi az egész, vagy a torkodban, hogyha a keleti módszert akarod alkalmazni, vagy a torkodban egy vörös gömb, vagy a szívedben egy fehér gömb, és ráösszpontosítasz, oldalt fekszel, és úgy alszol el, tehát annyira ellazítod a tudatodat, hogy úgy bele tudj aludni, hogy gyakorlatilag koncentrálsz rá, de mégis elalszol. Tehát ezt ugye gyakorolni kell. Tehát hogy tudsz úgy ellazulni, hogy közben megtartod egészen az elalvás pillanatáig, az álomba fordulás pillanatáig a koncentrációt, vagy a szívedben, a fehér gömbön, vagy pedig a torkodban, a vörös gömbön. Szia, hello! Én egyszer repültem, tényleg csodás volt. Igen. Gyakorlatilag olyat élhetsz át álomállapotban,
amit hiába erőlködsz az ébrenlétben, tehát az egy más érzés. Tehát azt ott élheted át. Na de viszont mi volt a mahasiddháknak a nagy megvalósítása? Ugye ők voltak a nagy megvalósítók a történelem folyamán, Indiában. És a Sahajayana, tehát a természetesség útján jártak. Tehát az, hogy megvalósították, hogy az álom és az ébrenlét között csak az idő a különbség. Így hát, hogyha az álomban valamit tudtak csinálni, mondjuk egy zebrát, egy vízilóvá varázsolni hirtelen, akkor azt meg tudták csinálni az ébrenlétben is. Hiszen megvalósították a két szférának, az álomnak és az ébrenlétinek a hasonlóságát. Nincs olyan rossz szó, hogy ugyanaz, hiszen más törvények uralkodnak, de hasonló. És abban hasonló, hogy manipulálható. És akkor manipulálható, ha tudatos vagy benne. És akkor leszel tudatos benne, ha eleget tapasztaltál már. És kezd a tapasztalást az álomszférával. Mert ott megérzed azokat a minőségeket, amelyek segítenek átalakítani az ébrenlétben az itteni dolgokat. És akkor így oda-vissza lehet így pingpongozni. Szóval fontos tudatosnak lenni álmunkban. Na. Hányan vagyunk? Van-e kérdés? Az álombeli tudatossággal kapcsolatban? Vagy a belekerülési módszerekkel kapcsolatban? Vagy éppen az, hogy tulajdonképpen az álom az mi mindenre jó még? Nekem például, miközben teremtettem, egy csomó házsort elsöpörtem, és teremtettem egy szép nagy tengert, és fölötte szálltam, észrevettem a távolban egy hegyet. És hoppá, hát azt már nem én teremtettem. Tehát az a hegy, az már egy olyan dimenzióhoz tartozik, ami üzenni akar nekem. Mert tulajdonképpen, amit én teremtek, azt én teremtem, az a saját hülye tudatom hozza létre. De, hogyha valami csak úgy megjelenik, és tudatosan, tehát amikor tudatos vagy, akkor jelenik meg, nem amikor tudattalanul össze-vissza labdázik veled az álmod, hanem tudatosan, ha megjelenik az álmodban, amikor tudatos vagy, akkor arra nagyon figyelj oda. Mert akkor az egy olyan szférából érkezik, tehát ez egy üzenet hozzád, mert érzékelte a lét azt, hogy te tudatossá váltál álmodban, tehát most már jobban figyeled a jeleket ott is, és ezért tud neked üzenni. Na hát egyből szépen lekanyarodtam, tehát kitertem ugye a karjaimat, és bekanyarodtam abba a hegybe. Kicsit se volt furcsa, hogy a nagy tenger közepén ott egy homokhegy, homokból volt, homokhegy. És amikor bekanyarodtam a kis odún keresztül, leszálltam, beszálltam, akkor egy csomó, és itt van az, hogy mennyire felhasználja az a másik szféra, tehát a tanítószféra a te hitrendszeredet. Tehát tudta jól, hogy ugye UFO magazinokat bújtam sokat, és csomó UFO magazinot ki volt terítve, és gyakorlatilag ez csak felhasználta ahhoz, hogy érdeklődés mutatkozzon bennem az egész iránt, és beledúrtam az egészbe. És amikor beledúrtam, akkor az egyik, az világítani kezdett, az egyik magazin. És amikor azt felfele fordítottam, na itt jön a lényeg, amire rá akarok térni. Amikor azt felfele fordítottam, akkor egy képregény volt benne. De az a képregény rólam szólt. Az én életemről mesélt valamit. Tehát tulajdonképpen először felcsigázott és felhívta a figyelmemet, hogy menjek oda, és utána pedig elkezdte a saját módján az üzenetet átadni. Na és amikor néztem az életemet, voltak olyan képregény rubrikák, amelyek nem voltak még megrajzolva. És volt olyan, ami meg volt rajzolva, és amikor egy ilyen megrajzolt eseményre ráösszpontosítottam, az közel került. Tehát így zoomolt. Közel került hozzá. És elkezdett elevenen pörögni. Tehát már nem csak egy statikus kétdimenziós rajz volt, hanem eleven elkezdett pörögni, és egy életeseménybe benne találtam magam. És ahogy abban az életeseményben mentem, azt az emléket már itt az ébrenlétben régen is felejtettem. De ott hirtelen bejött. És ahogy mentem, felhívták valamire a figyelmemet. És amikor az tudatosult bennem, és másnap reggel felébredtem, akkor tulajdonképpen valamit megértettem a múltamból, ami egész addig nem tudott tudatosulni. Tehát itt az álomban
hozzásegített ez a valami, tehát ez a tanító mechanizmus, mivel érzékelte, hogy teljes mértékben tudatossá váltam az álmomban, hogy ezt rendezni tudjam, és megtudjam, hogy mi miért történt akkor a múltban. Na most egy másik alkalommal viszont megtanultam egy nagyon fontos dolgot. Ezt már nagyon sok embernek elmondtam, hogy ez működik. És csodásan működik. Ez pedig nem más, mint hogy hogyan ébredj fel, hogy ébreszd fel a testedet. Gyakorlatilag, amikor akarsz, fel tudsz ébredni. Küldesz egy jelet, erősen összpontosítasz a fizikai testedre, ami alszik, és küldesz egy jelet, és a fizikai tested szemei fel fognak pattanni. Gyakorlatilag felébreszted magad. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog erre rádöbbenni. Gondold el, nem tetszik az álmod, vagy éppen tudatos leszel és nem akarsz tapasztalni, küldesz egy jelet, fizikai szemed felpattan, és felébredsz. Szia, én azt szeretném megtudni, hogy kb. Mennyi tudatos gyakorlás után tudok az álomban cselekedni valamit. Tudom, hogy személyfüggő, de kb. 1-2 hónap, 1 év kíváncsi vagyok nálad, hogy volt. Nálam, amikor megtörtént a tudatosodás, tehát az álomban, hogy teljesen tudatos lettem, egyből. Ott nincs, nem szükséges idő a gyakorlásra. És most kicsit meg is ütött az élmény, tehát visszaidéztem, és gyakorlatilag gondold el, amikor fel akarsz ébredni, küldesz egy jelet a szemednek, és az az ágyadban felpattan, és te felébredsz. Ez csodálatos, tehát ez valami fenomenális. Tehát ott nem kell gyakorolni. Itt kell gyakorolni, hogy be tudj kerülni a tudatos álom állapotában. Ott már, ott minden megy. Csak figyelj a jelekre. És ez a legfontosabb. Most, hogyha visszatekerek, megnézem, mert lehet, hogy igen, egy csomó minden elment, miközben beszéltem. Kedves Szenge, szeretném a véleményedet kikérni a tudatos álommal kapcsolatban az azt megelőző úgynevezett alvásparalízis a bekövetkeztérő, mint átlépés. Erről konkrétan, most a tovább gombra nyomok, és akkor nem fog eltűnni semmi. Jó, konkrétan Michael Reduga a fázis dokumentum filmjében beszél. Megtapasztaltam többször is, ezért régóta figyelem az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat. Az alvásparalízis gyakorlatilag, amikor átmegy az egész folyamat az asztrál utazásba. Tehát amikor érzékeli a tested azt, hogy már nem vagy a testedben, hanem egy asztrál testi minőségben vagy, egy asztrál szféra beli formáddal azonosulva. És nálam ez úgy történt, hogy ugye nem tudok megmozdulni, és nem is tudom kinyitni a szemem, mégis látok. A sötétben azt látom, ami a szobában van. De csukva van a szemem. És mégis mindent látok, ami a szobában van. Ez csak úgy lehetséges, hogyha már nem a testemben vagyok, hanem éppen az asztrál mezőben, csak éppen a testemből érzékelem, tehát azt lengi körül még az asztrál mező, és még nem vette az irányt az álomba. A paralízis csak addig tudod érzékelni, amíg az asztrál testedben lebegsz a tested körül. Tulajdonképpen az asztrál testből vagy tudatos. És
lehetetlen érzékelni a paralízist, amikor álomban vagy, mert ott nincs tested. Tehát tulajdonképpen ez egy asztrál utazással kapcsolatos dolog, amiről szintén majd beszélni fogok. És az asztrál utazás is egy nagyon fontos tapasztalatot hoz létre, azt, hogy a testünkkel nem vagyunk teljesen összekötve mindig. És amikor valamilyen trauma ér bennünket, akkor gyakorlatilag az asztrál test az kiléphet a testünkből, és hogyha ilyenkor hozzánk szólnak, akkor kukák vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a tudatosságunk az egy része, az benne maradt a testben, de a trauma miatt egy olyan része, ami fontos volt, az kilépett az egészből, az egész rendszerünkből. És ilyenkor lélekvisszahívás alkalmával ezeket a kilépett asztráltesteket is, asztráltestet is vissza tudjuk hozni, és ezáltal a teljességünket visszaszerezni. De az meg a lélek visszahívásnak a témája lesz. Szóval amúgy is összefüggnek ezek a témák, ez inkább a tudatos álomról szól, ez a mai adás. És a tudatos álomban rejlő minőségekről. Szóval amire rákérdeztél, az asztrál utazás, és az asztrális projekció, tehát a lényegünknek, a testnek ismert formából való kivetítése. Az egy kicsit bonyolultabb dolog, mert más tapasztalást tesz lehetővé, és egy kicsit veszélyesebb, mint amennyire tartják. Tehát a tudatos álom az jóval veszélytelen, mert most nem történhet veled semmi egyáltalán. Szívesen. Az alvás paralízis, amint érzékelhető, onnantól kezdve te már valószínű, hogy nagyobb részedben benne vagy az asztrál testedben. Kedves Csilla, amikor reggelre még benne vagyok az álmomban, tudatosodik egy álom, és az nem éppen kellemes, azt át kell alakítani. De amikor benne vagy az álmodban, igen, és tudatosodik az álom, és nem kellemes, nem szabad. Nem szabad átalakítani az üzenetet, igen, az üzenetet fel kell ismerni, és megint továbbra kell kattintanom, jó? Úgy tudod megtartani az álom történetét, ez nagyon sokszor szokott kérdés lenni, hogy szeretnénk tovább az információt tapasztalni abban az álom folyamatban, amiben éppen voltunk, és állj valami miatt felébredtünk, és megszakadt az egész, de szeretnék visszamenni. Tehát úgy tudunk visszamenni, hogy nem nyitott ki a szemed. Tehát akárhogy is felébredsz, megakadályozod, hogy felébredés után kinyíljon a szemed, és egy kicsit élvezed azt az állapotot, ami az álom és az ébrenlét közötti, és emlékszel ugye arra, hogy hol hagytad abba, és csak ezeket a képeket figyelve, nem is kell nagyon összpontosítani ilyenkor, amikor éppen felébredtél, hanem ezeket a képeket figyelve szépen hagyod magad visszaaludni, és vissza fogsz kerülni. Hogyha jól csinálod, hogyha nem nyitottad ki egyáltalán a szemedet, mikor fölébredtél, hogyha jól csinálod, akkor vissza fogsz kerülni, és újra tapasztalhatod azt. És nem baj, ha negatív, a negatívnak örülni kell, mert a pozitív tulajdonképpen egy félreértett jelzés. Tehát a pozitív az nem feltétlenül azt jelenti, hogy valami spirituális előrelépés történt, tehát inkább a negatívra összpontosítsunk, mert ott vannak igazából azok a helyek a tudatban is, és a tudattalamban is, amelyek jó, hogyha feljönnek és tudatosulnak. Ha meg szeretnéd tartani, azt ne tedd. Ha valami nem éged bele az elmédbe úgy, hogy meg tud tartani, az azt jelenti, hogy annak nem kell ott lennie. Szóval az addig tartott, és csak tisztulási minőség volt. Hogyha még van kérdés, bármi, ami a tudatos álommal kapcsolatos, vagy a tudattechnológiával, akkor jöhet bátran. De a legfontosabb válaszokat, azokat ott fogjátok megkapni, amikor tudatossá lettetek az álmaitokban. Tanítanak. Azt is mondhatnám, hogy tanítod magad. Tehát igazából, hogy nem személyekről van szó. Tehát
Tulajdonképpen a létegész tanít téged különböző szférákon keresztül. Az emberi lét egy olyan minőség, amely sok dimenzióban képes tapasztalni, és mindegyik dimenziót, amikor feltérképezzük, akkor próbáljunk meg benne minél többet tapasztalni. A tibetiek az körülbelül 6 bardóról beszélnek. Tehát 6 ilyen állapotról. Az emlékeim szerint a csene bardó, azaz ez, amit most élünk, az ébrenléti bardó, ugye csene, a milan bardó, azaz az, amikor álmodunk, tehát az álomállapot, csene milan szemten, a szemten bardó, ami azt jelenti, hogy bármilyen meditatív állapot, amit meditáció közben átélünk, csene milan szemten, és akkor csönyi, csikáj, szipe bardó. A többi az meg már a halál pillanata utáni állapotok. Konkrét témára, ha választ szeretnék, milyen módon? Hát, hogyha belsős a téma, hogyha nem szeretnéd megosztani, akkor magánban, hogyha meg szeretnéd osztani, akkor itt. Vagy úgy kérdezed, hogy konkrét témára az álmodban, hogyha választ szeretnél? Aha! Hát tulajdonképpen sok időt kell eltöltened a lefekvés előtti pillanatokban azzal az adott témával, és próbálj meg abba belealudni. Hogyha nem annyira mélyek a tudatalatti sebeid, hogy eltakarják előled azt a problémát, akkor ezek a kívánságok, ezek valahogy árkot válnak, és valamilyen módon a tudatába fogsz kerülni annak, ami érdekel. Az is jó, hogyha előtte megtisztítjuk magunkat. Tehát gyakorlatilag az egész napunkat úgy éljük le, hogy megbántunk embereket, vagy minket megbántanak, és nem árt egy ilyen megbocsájtó minőséget elindítani még az elalvás előtt, akár minden nap is, hogy ami elég csak annyi, hogy megbocsájtok azoknak, akik tudatlanságuknál fogva megbántottak, vagy én, hogyha tudatlan voltam és megbántottam másoknak. Tehát kell egy lelki, egy tudati tisztaság ahhoz, hogy utána úgy érezzük, hogy megérdemeljük, hogyha kérünk valamit, akkor az teljesülhet. És így hamarabb is jön, és jobban meg is valósul. Nyilván feldúlt tudatállapottal nem fog semmi működni, tehát szóval le kell nyugtatni a tudatot. Erre van egy csomó jellenyugtató technika. És ha szembe tudsz nézni a problémáiddal, gyakorlatilag akkor újabbak jönnek fel a mélyből. Mert igazából ezek úgy épülnek fel a problémahalmok, hogy rétegesen, mint ahogy a föld rétegek, és mindig egyre mélyebbről tudsz felhozni egy még mélyebb sérelmet. És gyakorlatilag, amikor a szennygödör alja kiürül teljesen, akkor tudsz belepakolni. És arra mondják azt a zen hagyományban, hogy üres csészével jöttél. Tehát tudok beleönteni. Mert hogyha teli csészével jössz, akkor kifut minden. Akkor már nem lehet bele tölteni több mindent. Tapasztalataim okán többféleképpen lehet a testen kívüliséget megtapasztalni különböző mélységekben. Alvásparalízishez kapcsolódó tapasztalás valóban tanító jellegű. Ja, több fajta van. Van például egy nagyon érdekes testelhagyás, hogy konkrétan az álomba tapasztaltam meg, hogy az álombeli asztrál testemből hagytam el magamat. És tulajdonképpen ez úgy történt, hogy ugye tudatossá váltam egy módszerrel, és gyakorlatilag csak csináltam egy bukfencet. Ha már itt a fizikai világban olyan nehéz nekem bukfencelni. Tesi órán is mindig ez volt a baj. Mindenki arra várt, hogy bukfencelj már, és
És eltelhetett úgy egy egész óra, hogy a tanár is arra várt, hogy én bukfenceljek. Addig a többit se engedte, aztán utána megkaptam jól magam itt a többiektől, hogy eltelt az egész tesi, mert arra vártak, hogy én bukfenceljek. Na de, mindegy. A lényeg az, hogy bukfencezve is ki lehet az asztrál testből is, a mentál testbe lépni. És az az igazi. Na olyankor tulajdonképpen, amikor álomban az asztrál testedből, tehát kilépsz, és bekerülsz a mentálba, akkor jön ez a periférikus látás. Tehát, hogy nem úgy látsz, mint az emberek, hanem körbe, 360 fok. Mi a gyerekekkel szoktuk olyat csinálni, hogy ugyanolyan színű ajtón lépünk be alváskor. Azt szoktam mondani nekik, hogy akkor ott leszek velük az álmukban. Igazat mondok? Hát ez így van. Így van. Ha egy közös szimbólum megalakul, akkor tulajdonképpen az egregor csoporttudat, az köré összpontosul, és bevonod ebbe a gyerekeket, és szimbióta kapcsolat létrejön. Egregoriális szimbióta kapcsolat. Hogy hogy lehet fokozni egymás álmában a jelenlétet? Nyilván, hogy úgy, hogy nekem úgy sikerült régebben valakivel még jobban fokozni a közös álmot, hogy mellette aludtam, de úgy aludtam el, hogy mind a ketten megcsináltuk a savászana pozíciót, ami ugye egy ilyen hanyatfekvő hátsó minőség, és nem ágyban aludtunk, hanem a földön, és jó sokáig koncentráltunk arra, hogy a savászanával kitisztulunk, és nem ért össze a kezünk alvás közben, de nagyon közel voltunk egymáshoz testileg, és ez férfi-férfi volt amúgy, hogy semmiféleképpen ne legyen semmilyen szexuális felhangja a dolognak, és sikerült egy ilyen álomkapcsolatot létrehozni még erősebben, még szorosabban. Ha pedig közben fogod a gyermekednek, vagy a hozzátartozónak a kezét, és úgy alszol el, vagy összeölelkezve, akkor, és ennek a tudatában, akkor gyakorlatilag még nagyobb az esély erre az egészre. Az elme technológia és a tudat technológiának az a legnagyobb előnye, hogy az eszközt, ami kell hozzá, sosem hagyhatod otthon, vagy el. Mert mindig veled van. Ez pedig nem más, mint a tudatodnak a teremtő megnyilvánító képessége. A pszichotronika és a parapszichológia is ezzel operál. Szívesen. Úgyhogy ezek az álomszféra lehetőségei. És gyakorlatilag el kell tudni jutni arra a szintre, amikor az álom és az ébrenlét között tényleg csak idő lesz a különbség. És akkor gyakorlatilag itt az ébrenlétben is elég sok mindent végre lehet hajtani. Még egy kis kérdést megvárok, aztán befejezzük a mai adást. És hogyha visszanézhető minden adás, körülbelül egy órás lesz mindig, mindegyik adás. És a téma, a témán belül várok mindig majd kérdéseket, vagy pedig élményeket. És így biztos, hogy eléggé szorgalmasan tudunk haladni saját magunk felé, az önismeret felé. Szia, neked is szép estét! Hogyan tudjuk azt megelőzni, hogy aki mellettünk alszik, az ne jöjjön át a mi álmunkba? Mielőtt az álomba belekezdenél, fel kell húz magad köré egy pajzsot. Gyakorlatilag ez egy olyan pajzs, aminek a neve asztrál fűrész, és az asztrál fűrésznek egy finomabb formája, ami nem úgy néz ki, mint egy sokfogú valami, hanem csak két félgömb, ami körötted elvágja azt a szálat, ami belefurkálna az álmodba. Az egyik félgömb kisebb, a másik nagyobb, egymással szembeforognak, és a vágó él az összes olyan szálat, ami számodra nem kell, azt
elvágjuk. És a légzésedet, hogyha ráirányítod a vágóélre, akkor gyakorlatilag a légzésed gyorsításával gyorsíthatod a pörgését a körülötted levő asztrál fűrésznek. Mindjárt nézem. Majd népszerűsítelek oldalainkon, szengem ölellek fénytesom. Én is ölellek téged. Köszönöm. Szóval a tudattechnológiában az a jó, hogy mindenre van megoldás. És nem kell semmilyen valláshoz tartozni. Beletartozhatsz vallásba is, de ez nem kitétel. Ezzel születtél. A tudattechnológia az a képesség, amivel születtél, és ezt kell felerősíteni. Szívesen. Egyik legkedvesebb barátnőm ma azt tapasztaljuk évek óta, hogy ha egyikünknek jól megy a sorsa, akkor a másiknak nem. Ez igaz az anyagi értelemben, épp úgy, mint a pihenés vagy a párkapcsolat szintjén is. Nincs gyakorlatilag soha fizikai kapcsolatunk, csak távolról beszélünk, írunk egymásnak. Egy ilyen kapcsolatot hogyan lehet megszüntetni, hogy végre mindketten önfeledten élvezhessük az életet? Gyakorlatilag, amikor van egy kedves ismerősünk, az, hogy együtt tudunk vele maradni, tehát ennek a velejárója az, hogy összeköttetésben vagyunk, és ha megszüntetjük a vele való feladatainkat, mert ezek különböző feladatok, amik egymással történnek, hát akkor tulajdonképpen kilép az életünkből. Át kell nézni, hogy megéri-e megszüntetni. Mert meg lehet szüntetni ezzel az asztrál módszerre, persze. Ez az asztrál fűrés módszerre bármilyen kapcsolatot szét lehet vágni. Csak megéri-e. Nem-e jobb egy kicsit tapasztalni, és kicsit kompromisszum képesen, tehát elviselni azt, hogy jó, ez a dolog van, de ez is tapasztalatot hoz, és mellette azért tudok élni. Mindent meg lehet oldani. Tudati technológiában. Igazából, amíg a tudattechnológia vagy az elmetechnológia szót nem alkalmazták, addig agykontrollnak is hívhatták, de az a baj, hogy ilyenkor nagyon hozzákötötték a materiális agyhoz és az agyműködéshez, és nem tudták igazából kiaknázni ennek az igazi lényegét. Hello, szia! Akkor tudod igazából a saját képességeidet felébreszteni, hogyha nem zárod be magad semmilyen technikai repertoárból összeállt rendszerbe. A tudattechnológia, az elmetechnológia arról szól, hogy nem ad semmi újat, tehát mindennel már rendelkezel, és minden ott van, hiszen a tudatoddal teremtesz, és nyilvánítasz meg, és programozol, hogy energoszuggesztív technikákat alkalmazol, csak nem zárod be egy rendszerbe. De nem mondod azt, hogy ez agykontroll, mert az már ugye kiépít egy olyan minőségű rendszert, amiben bele fogsz tartozni, és megszabja a korlátaidat. Hanem itt nem lesz korlát. Korlátlan lesz teljesen. Nem szeretném a kapcsolatot megszüntetni, csak ezt az állapotot megszüntetni. Pont ez a kapcsolat lényege, hogy egymást kihúzzuk mindig a lelki gödörből. Nincs olyan, hogy nem szeretnéd megszüntetni, hanem csak azt, hát, hogyha nem szeretnéd megszüntetni, akkor az is el kell, hogy viselődjön, ami van. Ja. Mert az úgy nincs, hogy csak bizonyos dolgokat így hirtelen felülírunk, hogy na most akkor ebből a kapcsolatból, tehát én úgy döntök, hogy karmikusan ezt most felülírom, és akkor közben megmarad az illető. Ilyen nincs. Mi mindannyian olyanok vagyunk, mint Arjun a kuruksétrai csatamezőn, és Krishna tanítja ugye arra, hogy nem is te cselekszel, hanem egyszerűen csak egy láncszeme vagy a folyamatnak. Jó, akkor a mai adást azt most lezárom, és még majd válaszolok azoknak, akik írnak ezután. Mindig visszanézhető minden adás itt a One Direct Radio oldalán. Pedig jó lenne, nagyon szeretem őt, csak már sajnálom előre, hogy nekem jó, akkor neki most biztos rossz.
Jó és rossz hullámzik. Attól még nem szakítunk meg kapcsolatot senkivel, hogy van benne jó, meg van rossz. Hanem tulajdonképpen tapasztalunk és kitartunk a másik mellett. Szívesen. Mindenkinek nagyon szép estét. Hello.